van hangom, van hangom, megtaláltam a hangomat, talán úgy, hogy mi közösen megtaláltuk a hangunkat, és a megtalált hangunkkal győzni fogunk két nap múlva, 48 óra múlva a választáson. Nagyon örülök, hogy látlak titeket. Ki az, aki készen áll arra, hogy kormányt váltsunk? Ez jó. Kezdjünk egyetérteni. Ki az, aki készen áll arra, hogy 48 óra múlva, április 8-a után Karácsony Gergelynek hívják a kormányfőt? Nagyon egy húron pendülünk. Képzeljétek, ma reggel, mikor felébredtem, hatalmas nyekergést, recsegést, ropogást, ingást és mozgást hallottam, nem értem, hogy mi történik. Felkelek, szézek szét a lakásban. Gondoltam, biztos a felettem lévő lakásban újítanak valami, de nem, nem onnan jött a hang. Kinézek az ablakon. Hát, ha a velem szemben épülő új futópályának a munkásai kiabálnak egymással, de nem, nem is onnan jött a hang. Aztán rájöttem, ez a recsegés és a ropogás, ez Orbán Viktor rendszerének az összeomlását jelzi. Mert egy ilyen tárkormány nem maradhat sokáig talpon, közel már az összeomlás. De még nem omlott össze. Ugye? Össze fog omlani? Igen! Össze fog omlani, ha a következő két napban szélvihar támad Magyarországon. Szélviharnak kell támadnia, és ez a szélvihar nem lesz más, mint ti. Mint te. Mint te. Mint te. Mint te és én. És mi mind együtt, közösen. Mi leszünk azok, akik a földig, a sárga földig romboljuk ezt a korrupt rendszert, ami tönkretette Magyarországot. Kitart velük? Igen! Viszont kétség sem fér hozzá, hogy ők is talpon lesznek. Tudjuk jól, az utolsó pillanatig mozgósítanak majd mindenkit, kit pénzzel, kit hittel, kit zsarolással, de megpróbálnak mindenkit elvinni majd szavazni, hogy megtarthassák a hatalmukat. Mit kell hát nekünk tenni ahhoz, hogy győzni tudjunk? Nekünk, akik többségben vagyunk, mit kell nekünk tenni? El kell menni! El kell menni szavazni, jól mondjátok. Ahhoz, hogy elmenjünk szavazni, még több emberrel kell beszélgetnünk, még több embert kell megszólítanunk az utolsó két napban, nem pihenhetünk. Egyes pártok már azt mondták, hogy vége a kampánynak. Azt mondták, hogy most már hátradőlhetünk, de én azt mondom nektek, hogy nem igaz, most kell nagyobb fokozatba kapcsolnunk, most kell begyújtanunk az óriási rakétákat, és ahogy biztos láttátok, Elon Musk kilőtt egy piros kocsit a világűrbe, úgy kell most nekünk a kormányváltókkal rakétaként az égbe szállunk. Ki az, aki egyetért velem? Igen! Nagyon egyetértünk. A ma este, ma délután, ennek a gyönyörű délutánnak a felszólalói, ennek a szellemében, a lelkesítés szellemében szeretnének veletek még beszélni. Az utolsó 48 órában fogadjátok az első felszólalót nagy szeretettel, következzen Kunhalmi Ágnes. Demokraták. Igaza volt Ricsinek, téved, aki azt mondja, hogy vége, csak most kezdődik el. Csak most kezdődik el igazán az a harc, amit bizony meg kell vívnunk, ugyanis Orbán tévedett. Tévedett, amikor azt hitte, hogy teljesen és végérvényesen el tudja törölni Magyarországon a demokraták oldalát. Tévedett, mert itt vagyunk, tévedett, amikor azt hitte, hogy meg tudja semmisíteni, teljesen szét tudja verni a magyarországi teljes hazai baloldalt. Sok mindent megtett érte, de tévedett, amikor azt hitte, hogy Magyarország és a magyarok elengedik a baloldali értékeket. Tévedett Orbán, amikor azt hitte, hogy ennek az országnak nincs szüksége szolidaritásra. Tévedett, amikor azt hitte, hogy nincs szüksége igazságosságra. Téved, amikor azt hiszi, hogy a magyarok hagyják, hogy ne érvényesüljön a törvény előtti egyenlőség. És téved, Orbán, amikor azt hiszi, hogy beteljesül az ő történelmi vágya, hogy újra kialakítson Magyarországon egy rasszista, neohortista, népnyúzó államot. Tévedett,
mert itt vagyunk, mert a baloldali emberek a sarkukra álltak, és ezt nem hagyták, és 8-án se fogják hagyni. A szavazók összefogtak. Ma Budapesten, a nagyvárosainkban, határtól határig, az egész országban megszületett az az elhatározás a magyarokban, hogy szocdemek, liberálisok, zöld demokraták összekapaszkodva elmenjenek szavazni, és a legesélyesebb jelöltre adják le az X-et. Mert nem fogják tűrni a magyar demokraták, és nem fogjuk tűrni mi baloldaliak, mi baloldali vezetők se, és baloldali pártagok se, és senki ebben az országban, hogy a saját hazánkba fenyegessenek bennünket. Azt is nagyon jól tudják a magyarok, és nagyon jól tudjuk mi demokraták is, hogy Orbán téved, nem is kicsit, amikor azt mondja, hogy Soros zsoldosai ellen harcol. Hát tudja meg végre az egész ország, hogy ez a jó ember, Soros György, aki Orbánnak lett a legnagyobb ellensége, a világon soha, sehol az egész életében nem támogatott baloldali erőket. Sőt, pláne nem Magyarországon. Ez idáig kérem, ebben az országban csak egyetlen egy pártot segített Soros György, ez pedig pont a Fidesz. Hát innen üzenem, hogy gratulálok a projektjéhez. De akkor is téved Orbán, amikor azt hiszik a magyarok, hogy nem veszik észre azt, hogy az Európában az új jobboldali szövetségeseinek hagyja szidni a magyar munkásokat, hagyja szidni a közép-kelet-európai és magyar munkavállalókat is. Ha azt hiszi, hogy nem vesszük észre, hogy egy jó ízű migránsozás után hogyan hagyja, hogy az új jobboldali szövetségesei leköpjék azokat a magyar munkásokat, akik millióval dolgoznak Nyugat-Európában, és eddig csak hozzátettek a nyugat-európai jóléthez. De ugyanígy nézi le Orbán itthon is a magyar munkásokat, ahogy nem védi meg őket, Európában sem. És pont ezek a munkavállalók, a mi honfitársaink, akik kényszerükből kimentek dolgozni, bizonyították be az elmúlt években azt, pont a nyugat-európai országokban, hogy nem csak, hogy kiváló munkások, de hogyha demokratikus, jogállami keretek között egy normális, szociális piacgazdaságban dolgozhatnak, akkor igenis csodákra képesek. Nem Nyugat-Európával, kedves Orbán úr, nem a magyar munkásokkal van a baj, hanem önnel és a kormányával. És bizony tévedett Orbán akkor is, amikor azt hitte, hogy az a fajta népnyúzó illiberális rendszer, amit itthon Magyarországon kialakított, az majd hip-hop el fog terjedni Nyugat-Európában is. Nem igaz, nem történt meg. Még ha ennek az ellenkezőjét hazudja is itthon Magyarországon. A lázadás éve elmaradt Európában. Az európai demokraták választásról választásra, néha bizony talán kinkeservesen is, de igenis megvédték a demokráciát, és ami a legfontosabb, hogy megvédték a saját jóléti államukat. Ezért nagyon fontos április 8-a, és óriási a tét. Nem csak magyar sorskérdés április 8-a, hanem a magyar szavazók kezében is van Európa sorsa is. Rajtunk a sor, ma minden magyar X, minden magyar szavazat nem csak Magyarország jövőjét és sorsát fogja meghatározni, hanem bizony sok százmillió európai és az egész Európai Unió sorsát is. De a demokrácia soha sehol a világon nem magától értető dolog. A demokráciáért nyugaton és itt Magyarországon, Európa szívében is újra meg újra meg kell harcolni. Minden generációnak megvan ezzel a saját dolga.
Van olyan, amikor egy korszakon belül egy generációnak többször is. Harcolnunk kell a demokráciáért, a saját jólétünkért és a saját önbecsülésünkért. És igen, Magyarország akkor fog egy óriási nagyot végre előre lépni, hogyha a saját történelmében lesz ereje ahhoz, hogy ne csak a külső hatalmakkal szemben emelje fel a szavát és csináljon forradalmat, hanem legyen ereje a magyaroknak a belső zsarnokait is elzavarni. Másfél nap múlva ezt megtehetitek. És bizony, tévedett Orbán akkor is, amikor azt hitte, hogy a magyarok nem fogják észrevenni, mert már kilopták mindkét szemüket. Nem fogják észrevenni azt, hogy ebben az országban nem valami fajta történelmi jóvátétel vagy igazságszolgáltatás történik, de még csak nem is egyfajta új nemzeti tőkésosztálynak a kialakítása, hanem pusztán pár családtagjának a kistafírungozása. De ne féljetek, magyarok, mert április 8-án, másfél nap múlva a szavazófülkékben mindannyian legfőbb ügyészek és bírók is lehettek egyben. Ne adjátok ki ezt a lehetőséget! A remény újra itt van a mi oldalunkon. És higgyétek el nekem, ahol a remény van, ott előbb-utóbb többség is lesz. Változtatnunk kell, és bár tudom, hogy a változás, minden változás kockázattal jár. De higgyétek el, ma a magyar népnek, az országunk sorsának és Európának is a legnagyobb kockázatot az jelenti, ha Orbán Viktor és a Fidesz hatalmon marad, és ha megmarad ez a népnyúzó NER. Használjátok ki, csak tőletek fél Orbán, retteg, félti a hatalmát. Ez nem azért akar kormányozni, vagy kormányon maradni, hogy nektek jó iskolákat, jó egészségügyet, kórházakat, lakhatást és béreket adjon. Egyetlen egy dolog motiválja a fideszeseket, meg akarnak menekülni az igazság szolgáltatás elől. Magyarok, ne hagyjátok! Van. A remény bal oldalon van, balról meg lehet verni a Fideszt. Tudom, hogy a lelketek erős, tudom, hogy a szívetek erős, és azt is tudom, hogy vágytok a jó politikai vezetőkre. Itt vagyunk, de van még egy erős ember közöttünk, aki talán a legerősebb, aki bátor volt, aki elszánt volt, és nem csak jó politikus, hanem nekem elhihetitek, nagyon jó ember is. Karácsony Gergely, a mi vezetőnk. Bátran bízhattok benne. Segítek kitőt. Ő az, aki felismerte Orbánnak a bűneit, felismerte azt, hogy a saját árnyékunkat át kell lépni. Szavazzatok rá, szavazzon az ország Karácsony Gergelyre. 9-én legyen belőle hazánk miniszterelnöke. Nem volt fordulatoktól mentes a kampány, nem volt fordulatoktól mentes az egész időszak, amit együtt végigcsináltunk, de ha egyet kívánhatok saját magunknak, csak azt, hogy legyen még több küzdelem, hogy legyen még több akadály, amit le kell győznünk, bízok bennetek, hajrá budapestiek, hajrá baloldal, hajrá egész Magyarország, hajrá demokraták! Az országban, mindenhol azt hallom, hogy az emberek összesúgnak a vonaton, a boltban, és arról beszélnek, hogy hát csak két nap is választást elmész, te elmész, de ott lesz, te kire szavazol? És egyre több helyen hallom azt, hogy igen, én elmegyek,
elmegyek és a legerősebb jelöltre szavazok, és azt is egyre több helyen hallom, hogy igen, elmegyek és Karácsony Gergelyre és az MSZP párbeszéd listájára szavazok. Akartam még egy dolgot mondani. Köszönetet nektek, hiszen gondoljátok el, hogy az, hogy itt vagyunk, hol vagyunk, ezt nem értük volna el, ha nem elképesztő erővel dolgozunk közösen a kormányváltás ügyéért, még akkor is, ha tudjuk, hogy az utolsó két napban rá kell kapcsolnunk, és minden erőnket, maradék erőnket bele kell még tennünk. Vannak páran, akik még egyébként kivételesen sokat dolgoztak, mi nálunk is többet dolgoztak éjt-nappallá téve a kormányváltásért. Következzen most egy ilyen ember, Molnár Gyula, az MSZP elnöke. Szép napot kívánok, hölgyek, urak, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, de jó így körbenézni. Érzem és tudom is azt, hogy az emberek többsége a szívével és az eszével eldöntötte, hogy ezt a kormányt le akarja váltani. Tegyük meg azt a szívességet nekik, hogy április 8-án nem csak az eszünkkel, nem csak a szívünkkel, hanem a szavazatunkkal is leváltjuk őket a választáson. Azt szeretném mondani, és ez a legfontosabb gondolat, amit ma itt meg tudunk mindannyian fogalmazni, hogy menjenek el szavazni, hogy ők menjenek el végleg Magyarországról. Kedves barátaim, néhány héttel ezelőtt az apátia fala ledőlt Magyarországon. Egy időközi választás volt egy városban, és ott egyértelműen világossá vált mindenki számára, hogy ez a hatalom leváltható. Az emberek többsége bizonytalan volt. Az emberek többsége úgy gondolta, hogy kár elmenni szavazni, kár is ezzel foglalkozni, hiszen ezek örökké így fognak maradni. Ma pedig azt látjuk, azt érzem én is mindenhol, hogy van remény, van esély, ez a hatalom leváltható, és nem kell hozzá mást tenni, mint április 8-án a megfelelő helyre kell az X-et tenni. Azt üzenjük mindenkinek, hogy akinek az elmúlt időszakban valamilyen hozzátartozója kórházba került, járt a kórházba, látta az ellátást, látta a körülményeket, az nem hisszük el, hogy ezek után azt a mondatot el tudja hinni, hogy nekik Magyarország az első. Nekik nem Magyarország az első. Akinek iskolás gyereke van, akinek a környezetében van olyan, aki jár iskolába, annak tudnia kell azt, hogy az oktatási rendszert végletesen tönkretették. Aki azt szeretné, hogy a normális oktatás legyen, hogy a gyerekek ne 25-30 kilós táskával járjanak az iskolába, az szavazzon a változásra, szavazzon április 8-án az MSZP és a Párbeszéd listájára. Azok az idős emberek, akik szeretnék, hogy a nyugdíjuk gyorsabban emelkedjen. Azok a családok, akik értik és tudják, hogy bár szavakban családbarát kormányról van szó, de valójában nem emelték a családi pótlékot. Azok, akik szeretnék, hogy az unokájukkal ne Skype-on tudjanak beszélgetni, hanem jöjjenek haza, azok szavazzanak április 8-án az MSZP és a Párbeszéd listájára. Szavazzanak a változásra. És aki azt szeretné, hogy ne egy megtűrt rokon legyünk az európai családban, aki szeretné azt, hogy újra büszkék lehessünk a saját hazánkra, azoknak azt mondjuk, hogy egy X-el ezt a helyzetet elő is lehet állítani. És szeretnék külön szólni a fiatalokhoz. Kedves barátaim, tudom, hogy a politika egy unalmas dolog. Tudom, hogy távolról úgy tűnik, hogy minden politikus ugyanazt mondja. De talán érdemes egy pillanatra felnézni a Facebook idővonalából, és belenézni abba, hogy ki mit ígér az embereknek. És gondoljanak arra, hogy Angliában a 18-24 éves korosztály kevesebb, mint fele ment el szavazni a Brexitről. Ők 80%-ban azt mondták, hogy Anglia maradjon az Európai Unió tagja. De amiatt, hogy azt mondták, hogy nem számít a szavazat, hogy kár elmenni, hogy fölösleges. Emiatt ma Anglia egy olyan útra lépett, amit nem tudjuk, hogy az ő jövőjük szempontjából mit jelent. Minden szavazat számít. A választás a demokrácia ünnepe.
A te szavazatod is számít ahhoz, hogy egy normális, igazságos, európai Magyarország legyen a következő évtizedekben. Nagyon sokszor hallom azt, hogy az emberek félnek attól, hogy retorziók érik őt, hogyha szavazzak. Mindenkinek azt szeretném mondani, hogy van Magyarországon egy négyzetméternyi hely, ahol mindenki egyedül van. Mindenki egyedül van, és ő maga döntheti el azt, hogy hogyan, miképpen alakítja a sorsát és a jövőjét. Ez az egy hely, ahol semmilyen hatalom nem kontrollálhatja őt. Ha helyes döntést hoz, akkor megváltoztathatja a jövőjét, megváltoztathatja a hazánk jövőjét, és mindenki jobb körülmények között élhet. Egy embertől fél ez a hatalom. Egy embertől. Ez pedig te vagy. A te szavazatod döntheti el azt, hogy április 8-án ez a hatalom befejezi a munkáját. És mindenkinek két szavazata van, kedves barátaim. Azt javasoljuk, hogy az egyik szavazatával váltsa le a kormányt. Szavazzon azokra az egyéni jelöltekre, akik abban a körzetben esélyesek. Én hiszem azt, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban be tudtuk azt bizonyítani mind a 106 helyen, hogy olyan kiváló helyben ismert jelölteket tudtunk ajánlani mindenki számára, akik érdemesek arra, hogyha valaki változást akar, akkor nyugodtan, nagy biztonsággal és bátran szavazhat rájuk. Tehát az első szavazattal mindenki szavazzon az esélyes jelöltre, váltsa le a kormányt. A második szavazatával pedig válasszon maga számára jövőt. Válassza ki azt, hogy a lehetséges kínálat közül melyik az a jövő, amelyik számára a leginkább vonzó és elfogadható. Nem hiszek azoknak, akik változást hirdetnek, de még megtalálható az a kép, amikor kezdő parlamenti képviselőként gárda mellénybe jelent meg a parlamentben, és a hátán egy nagy macska, talán tigris vagy párduc volt felvarva. Ma pedig ugyanaz az ember már nem nagy macskával, hanem kis macskát simogat, és azt akarja nekünk elmondani, hogy ez a változás maga. Nem hisszük el ezt senkinek. Nem hisszük el azt, hogy valaki panaszkodik azért, hogy a Fidesz az ő programját hajtja végre. Ha ez így van, akkor miért is szavazzunk rájuk, hiszen valójában ugyanazt akarják csinálni, csak talán egy kicsit másképp. És azt a kérdést is szeretném feltenni, hogy látjuk a kampányát ennek a pártnak, és azt látjuk, hogy ő az egyetlen olyan politikai párt, amelyik az elnökét eldugja a kampányban. Hol van a Jobbik elnöke a kampányban? Mennyire akar az a párt nyerni, amelyiknek az elnöke a választási kampány kezdetén egy szakáll mögé bújik? Tehát azt szeretném mindenkinek mondani, aki látta a tegnapi miniszterelnök jelölti vitákat, hogy aki egyértelműen saját szájával kimondja azt, hogy semmilyen formában nem kíván összefogni a baloldallal akkor, hogyha a Fidesz kisebbségbe kerül, az azt jelenti, hogy nem akar kormányváltást, az azt jelenti, hogy Orbán Viktort akarja hatalomba tartani, és akár össze is fog vele, hogyha a helyzet úgy alakul. Tehát aki kormányváltást akar, azok számára ez egy elvesztegetett szavazat. Kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim! Az elmúlt hónapokban abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egy emberrel talán több időt töltöttem, mint a saját családommal. Van egy ember Magyarországon, aki az elmúlt hetekben, hónapokban egyértelműen világossá tette azt, hogy tudja, hogy mi a jó az embereknek, tudja azt, hogy mi a fontos Magyarország számára. Van a fejében egy olyan egyértelmű és világos jövőkép az országgal kapcsolatban, ami vonzó, ami más, ami egy normálisabb, igazságosabb és európai Magyarországot jelent. Van tehát kihívó. Van egy ember, aki egyértelműen bizonyította az elmúlt időszakban, hogy a lehetséges választások közül ő az, aki érdemben egy más Magyarországot tud építeni. Karácsony Gergelyről van szó, az az ember, aki az elmúlt időszakban minden egyes pillanatban hitet tett amellett, hogy le lehet ezt a kormányt váltani, ezt a kormányt le lehet váltani baloldalról,
és igenis létezik baloldali alternatívája ennek a hatalomnak. Tehát még egyszer, két szavazatunk van, menjenek el április 8-án választani, az egyik szavazatukkal váltsák le a kormányt, a másikkal pedig válasszanak jövőt, szavazzanak a 9-es listára, az MSZP párbeszéd listára és Karácsony Gergelyre. Köszönöm szépen! Körülbelül egy éve kampányolok Karácsony Gergely mellett, Karácsony Gergely el. Jártuk az országot, jártuk Budapestet, igazán ma már megszámolni sem tudom, hogy pontosan hányszor konferáltam fel, hányféleképpen mondtam el azt, hogy szerintem ő az ideális jelölt, és ő lesz az ideális miniszterelnök Magyarországon. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen ma már eljutottunk odáig, hogy nem is nekem kell. Szerintem ma már egy ország tudja azt, hogy Karácsony Gergely az ideális miniszterelnök jelölt, és hétfőtől kezdve a legjobb miniszterelnöke Magyarországnak. Hölgyeim és uraim, Karácsony Gergely! Kegyes a sors velem, mert mostanában olyan borongós napok vannak. Sokszor elbújja nap a felhők mögé, de amikor abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hozzátok szólhatok, akkor valahogy mindig kisüt a nap. Igen! Ebből is látszik, hogy amikor sokan arról beszélnek, hogy húsvét után jön egy másik ünnep, hogy jön a karácsony, akkor nem arról beszélünk, hogy mindig rossz lesz az idő, és mindig hideg lesz, hanem leginkább talán arról, hogy egy olyan országot építünk, közösen magunknak egy olyan közös hazát, amit a szeretet elve vezet. Én 8 éve, talán napra pontosan 8 évvel ezelőtt lettem igazából politikus. És azért adtam föl az egyetemi élet könnyűségét, és azért váltam elemzőből a társam alakítójává, mert volt egy álmom. És volt egy erős hitem és reményem arra, hogy Magyarországot meg lehet változtatni. Hogy Magyarország lehet igazságosabb. Hogy Magyarország lehet szabadabb. Hogy Magyarország lehet mindannyiunk közös otthona. Mondjuk ki nyíltan, azért jöttem a politikába, mert hittem abban, hogy lehet más a politika. Sajnos azonban, ha végignézek az elmúlt 8 éven, akkor szóval azt kell látnom, hogy amióta politikus vagyok, valóban más. Más lett a politika. Csak nem úgy, ahogy mi gondoltuk. Más lett, de sajnos sokkal rosszabb. Sokkal rosszabb, mert valaki, aki az emberek reménytelenségébe kapaszkodott, az emberek fásultságába és csalódottságába, és aki azt ígérte nekik, hogy az erős kéz politikájával majd felemeli a leszakadókat, rútul átvert mindenkit. Nincs még ember, akinek ekkora hatalma volt, és aki ilyen mértékben visszajött volna ezzel. Az elmúlt 8 évben minden olyan dolog, ami miatt én politikus lettem, és azok, akikkel együtt küzdök Magyarországért, szintén vállalják a napi küzdelmeket, az összes érték, amiben hiszünk, az összes remény, ami minket mozgat, az mind lábbal lett tiporva. Én azonban mégsem adtam fel a reményt. És ez a remény visz, engem minden nap újabb és újabb küzdelmekbe azért, hogy Magyarországból igazságosabb helyet csináljunk. Ez a remény erősödött bennem, amikor 3 évvel ezelőtt az uglói polgárok engem bíztak meg azzal, hogy a közös életünket helyben igazgassam. És ez a remény még erősebb lett bennem, mert láttam azt, hogy ha akarunk, akkor tudunk békét hozni. Ha akarunk, akkor tudunk fellépni a korrupció ellen. Hogy az el lehet érni, hogy minden szerződés azonnal nyilvános legyen, hogy ne lehessen csak nyílt, tisztességes közvezetéseket kiírni. Hogy lehet az, hogy valóban nem elhagyunk senkit az út szélén, és lehet olyan szociális modell kialakítani,
amire ma minden ember a szociális területen azt mondja, hogy példaértékű lehet. De éreztem azt, hogy nem lehet egy kerületben megváltani az országot. És amikor az élet úgy hozta, hogy nem a hátsó sorban, hanem a sor legelején kell küzdenem azért, hogy Magyarországon változás legyen, akkor úgy érzem, hogy az a remény, ami bennem van, esélyé változott. Esélyé változott, mert létrehoztunk egy szövetséget, a Változás Szövetségét. Létrehoztuk azt a szövetséget, az MSZP Párbeszéd Szövetséget, amely tartalmazza a liberálisokat, a szociáldemokratákat és az egyéni választókerületekben a demokratikus koalíciót is. Ez a szövetség ma a legerősebb szövetség. Ez a szövetség ma az a szövetség, amely valóban olyan esélyt teremt a mindennapokban. Olyan esélyről beszél, ahol mindenkinek van lehetősége arra, hogy a gyerekeit jó iskolába járassa. Ahol mindenkinek van esélye arra, hogy gyógyulni menjen a kórházba, és nem megbetegedni. Egy esély arra, hogy újra Európában legyünk. Hogy ne a kerékkötői legyünk az európai folyamatoknak, hanem ahogy 1989-ben mi legyünk azok, akik lehetővé teszik, hogy Európa népei egymásra találjanak. Mert ez az esély ebben a szövetségben van meg egyedül. Az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben én több 10 kilométert utaztam. Rengeteg kávét ittam és nagyon sokszor voltam álmos. De soha ilyen lelkes még nem voltam. Mert érzem azt, hogy az a hit és az a meggyőződés, ami visz minket minden nap, az most már a reményből az esélyhez kerül. És 36 óra múlva. 36 óra múlva, ha ti is így akarjátok, az esélyből valóság lesz. Az esélyből valóság lesz akkor, hogyha te kedves változást akaró polgár, ehhez hozzásegíted magadat és az országodat. Mert valóban tudnod kell, hogy egy ember van, akitől Orbán Viktor fél. Egy kihívója van Orbán Viktornak, egy ember tudja legyőzni, és ez te vagy! Választás, változást akaró polgár! Azt kérem tőled, hogy gondolj bele abba, hogy van Magyarországon egy hely, ahová nem hallatszik el a hazug propaganda. Van Magyarországon egy hely, ahol nincs védelem. Van Magyarországon egy hely, ahol nem lehet senkit félrevezetni, és ahol senkinek nem kell félni attól, hogy kimondja azt, ami szerinte az igazság. És ez a hely, ez bizony a választófülke. Igen. És van, kedves változást akaró polgár, van egy perc, 4 évente 1 perc, amikor te erősebb vagy mindenkinél. Amikor erősebb vagy, mint a kétharmad. Erősebb vagy, mint Orbán Viktor. Amikor te vagy a Góliát, szóval szembeni Dávid. Amikor a te hangod erősebb, mint Mészáros Lőrinc és Endi Vajna összes médiája együtt. És ez az a pillanat, amikor a szavazófülke magányában egy laza csukló mozdulattal behúzod az X-et. Behúzod az X-et a változásra, és ne felejtsd el, hogy az az erő, ami veled van, az hatalmasabb, mint a hatalmasságok ereje. Arra kérek téged, változást akaró polgár, hogy menj el szavazni. De arra is kérlek, hogy amikor szavazol, akkor ne a gyomrod vezessen. Ne a gyomrod vezessen, és bár okod van arról, hogy gyűlöld ezt a hatalmat, tudd azt, hogy a gyűlölet az rossz tanácsadó. Arra kérek téged, hogy amikor szavazol, akkor hallgass az eszedre. Hallgass az eszedre, és azt a szövetséget támogasd, amely egyedüliként kész arra, hogy Magyarországon igazi változást hozzon. Büszke vagyok arra, hogy az MSZP Párbeszéd Szövetség, az egyedüli ellenzéki szövetség, az egyedüli ellenzéki ajánlat, amely rendelkezik részletesen kidolgozott programmal. Olyan programmal, amiről
olyan programmal, amiről mi nem azt gondoljuk, hogy egy dolog a választási program és a kormányprogram, ahogy a fideszesek mondták annó. Nem. Az a program, az a 100 pont, amit nyilvánosságra hoztunk, az lesz az a kormányprogram, amit én a magyar parlament asztalára le fogok tenni. Én erre kérek tőletek mandátumot. Büszke vagyok arra, hogy az MSZP Párbeszéd Szövetség az egyetlen szövetség, amely árnyék kormányt tudott fölállítani. Olyan kormányt, amelyben kiváló emberek, akik az elmúlt években, évtizedekben civilként, köztisztviselőként, vagy az üzleti életben nagyon sok mindent letettek már az asztalra. Olyan emberek, akik nem pártosak, akik nem pártkatonák, akik függetlenek a pártoktól, de világos értékek alapján fogják ezt a programot megvalósítani. Büszke vagyok arra, hogy csak nekünk van kész kormánynépsorunk. Mi természetesen tudjuk azt, hogy a kormányzás komoly dolog. És tudjuk azt, hogy az a sokszínű társadalom, amely változást akar, és amely olyan sok problémával küszködik, egy sokszínű kormánnyal lehet csak ezt az országot megváltoztatni. Ezért, bár néha szomorúan hallom, hogy mások erről más mondanak, én kész vagyok arra, hogy a demokratikus ellenzéki pártokkal közösen kormányozzunk. Kész vagyok arra, hogy az MSZP Párbeszéd Szövetség képviselői mellett a demokratikus koalíció és a lehet más a politika képviselőivel közösen vezessük ki Magyarországot abból a válságból, ahol az elmúlt 8 év vitte. Egy olyan kormányzásra készülünk, amely az elmúlt 8 év összes bűnét megpróbálja orvosolni, és ami az elmúlt 28 év minden tanulságával rendelkezik. Hogy mindent tudjuk abból, ami a 89-es rendszerváltás utáni évtizedekben jó volt, azt megőrizzük, és ami hiba volt benne, azt kijavítjuk. Készek vagyunk arra, hogy új lapot nyissunk, hogy egy új kezdetet hozzunk Magyarországnak. Egy olyan kezdetet, ami egy új társadalmi modellt alakít ki, ez a modell pedig a szociális demokrácia modellje. Mert mi pontosan tudjuk, hogy ha nincs demokrácia a parlamentben, ha nincs demokrácia az alkotmánybíróságban, akkor nem lesz jó iskolánk sem. De azt is tudjuk, hogy nem elég, hogy csak a parlamentben van demokrácia. Demokrácia kell az iskolában, ahol a pedagógus abból a tankönyvből tanítja a gyerekeinket, amelyeket a legnagyobbaknak gondol. Ahol demokrácia van az egyetemen, ahova nem csak a gazdag szülők gyerekei járhatnak, hanem mindenkinek van esélye arra, hogy megszerezze azt a tudást, amivel boldogulni tud. Demokrácia van az egészségügyben, ahol nem csak a gazdagoknak, hanem mindenkinek van lehetőség arra, hogy jó orvosi ellátást kapjon. Demokrácia van a munkavilágában, ahol az emberek, ha tisztességesen dolgoznak, megkapják a tisztességes bérüket. Demokrácia van a mindennapokban. A szociális demokrácia arról szól, hogy pontosan tudjuk, hogyha a demokrácia intézményei nem hagyják át a mindennapjainkat, akkor újra jöhet egy szélhámos gangster, egy újabb Orbán Viktor, aki ledönti a demokrácia intézményeit. Olyan demokráciát fogunk építeni, ami mélyen gyökörözik a magyar lelkekben és a magyar hétköznapokban. Olyan demokráciát, ami ki fogja állni azt a próbát, ha valaki újra tönkre akarja tenni. Olyan demokráciát, amit mindenki védeni fog, mert úgy érzi, hogy ez a demokrácia az ő mindennapjait is védi, és az ő igazsága is ott van, amikor a parlamentben beszélnek, amikor érezhetik azt, hogy a képviselők valóban őket képviselik. Amikor azonban azt mondom, hogy szavazzanak észre, akkor azt mondom, hogy szavazzanak a szívükkel is. És azért merem ezt mondani, mert pontosan tudom, hogy aki a szíve szerint szavaz, ugyanúgy fog szavazni, aki az esze alapján döntene így. Azért mondom ezt önöknek, mert a legfontosabb dolog, amit szeretnék elérni április 9-e után, hogy az a szívtelenség, az a békétlenség, az a gyűlölködés, amit magyarországi jobboldali pártok egymásnak a stafétát adva Magyarországon megvalósítottak, ennek egyszer és mindenkorra vége legyen. Yeah! És azért is
létre, mert a szívünk nem véletlenül van a bal oldalon. Még 36 óra, és elkezdődik a választás. Még talán 48 óra, és tudjuk, hogy mi is az eredmény. Én nem hiszek a számmisztikában, de amikor megtudtam azt, hogy az MSZP Párbeszéd Szövetség a 9-es lista lesz, akkor én megörültem ennek. Azért, mert tudom, sokan szeretnék, ha 8-as lenne, hiszen április 8-án van a választás. De az én életemben és az önökében is. A 9-es nap még fontosabb lesz. Azért ez fontosabb április 9-e, április 8-ánál, mert nekünk a kormányváltás nem cél, hanem eszköz. Egy nagyon fontos eszköz. De nem azért indulunk harcba, hogy leváltsuk a kormányt, hanem azért, hogy megváltoztassuk Magyarországot. Megváltoztassuk Magyarországot április 9-től egy okos, halkszavú, szorgos, az embereket szolgáló kormányzással. Nap mint nap azért fogunk küzdeni, hogy a hétköznapi emberek hétköznapi problémáit tegyük a magyar nemzet legnagyobb ügyeivé. Mert van-e annál fontosabb ügy, hogy ne hazzunk meg a kórházakban? Van-e annál fontosabb ügy, hogy legyen szappan a rendelőben? Van annál fontosabb ügy, hogy a gyerekeink ne legyenek túlterhelve az iskolában? Van annál fontosabb ügy, hogy aki dolgozik, az tisztességesen meg is kapja érte a fizetését? Van annál fontosabb ügy, hogy a nyugdíjasoknak ne kelljen télen fázniuk a lakásukban? Ezért mondom azt, hogy 9-e fontosabb, mint 8-a. Mert 9-én elkezdjük ezt a kormányzást, megváltoztatjuk Magyarországot. Igen! Aki a választás előtt szépeket ígért, oda került a hatalom közelébe és megváltozott. Orbán Viktor is egy ilyen ember. Kifordult önmagából. Egyetlen egy szó nem igaz abból, amit korábban mondott, és látszik, hogy az országot nem változtatta meg, a hatalom változtatta meg őt. Én arra készülök, hogy ugyanaz a srác legyek, aki most itt beszél nektek. Hogy ugyanaz a Gergő legyek, akit mindenki így szólít, amikor összetalálkozom vele az utcán. Yeah. Senki nem azt mondja, hogy miniszterelnök jelölt úr, vagy Gergely. Mindenki azt mondja, hogy hajrá Gergely, és az a legnagyobb dicséret, amit el tudok képzelni. És egy kedves barátaim, elmondom, mit fogok csinálni április 9-én. Fölkelek reggel, megiszom a kávémat, adok egy puszit a gyerekeimnek és a feleségemnek, fölülök a biciklimre és betekerek a miniszterelnökségre. Van egy nagyon okos történész, aki a berlini fal leomlásakor azt mondta, hogy ha az emberek tudták volna, hogy a fal le fog omlani, akkor nem omlott volna le. Mert akkor senki nem ment volna el. Mert akkor mindenki arra várt volna, hogy vagy valaki más oda megy, hogy valaki más vagy lebontja azt a falat. Én akkor arra kérek titeket, hogy ti ne várjatok másra. Arra kérek titeket, hogy mozduljatok meg. Hogy ne várjátok a csodát, hanem legyetek ti a csoda. Arra kérek titeket, hogy rázzátok fel az országot. Van még 36 óra. 36 óra alatt nagyon sok emberrel lehet beszélgetni. 36 óra alatt nagyon sok embert meg lehet győzni. 36 óra alatt nagyon sok emberbe bele lehet táplálni azt a reményt, ami bennetek is bennetek van. Mondjátok el mindenkinek, minden barátotoknak, minden ismerősötöknek, hogy itt a változás, hogy itt kopogtat, itt dörömbel az ajtónkon, hogy ez az ország újra lehet a miénk. Mondjátok el neki, hogy itt az ideje, hogy az ország a sarkára álljon. Mondjátok el neki, hogy csak rajtuk fog múlni, hogy ez így lesz-e. Mondjátok el neki, hogy most kell változtatni, mert lehet, hogy később már nem lehet. Mondjátok el neki, hogy most vagy soha. Mondjátok el velem közösen a Nemzeti Dal első két sorát, hogy talpra magyar, mi a haza, itt az idő, most vagy soha. Gyertek fel ti is a színpadra! Hajrá, Gergő!
nektek mondom, hogy holnap fél hétkor itt nem a lakóhelyetek egy kampányoltok, egy legyen karácsony flashmobot fogunk tartani a Kossuth téren, a József Attila szobor mellett, tehát holnap fél hétkor, ha ráértek, gyertek el, tartsunk egy gyors flashmobot együtt, két nap van, most húzzuk meg, együtt győzni fogunk. Nagyon sok kérdést tudnak neki feltenni, viszont azt gondoltuk, hogy titeket meglepünk még, ünnepeljük meg a sikereket, amiket már elértünk, és készüljünk fel a sikerekre és a munkára, ami előttünk áll. Úgyhogy most fogadjátok sok szeretettel utánunk a politika és a munka után a Csókolom zenekart, és ünnepeljünk együtt, ünnepeljük meg azt, hogy együtt vagyunk. Együtt vagyunk? Együtt vagyunk. Maradjatok, érezzétek nagyon jól magatokat! Azt, hogy milyen nehéz hinni. Hogy hinni azoknak a politikusoknak, akik jót ígérnek. Hogy milyen nehéz elfogadtatni azt, hogy a politika az nem csak a lopás és a hazudozás szinonimája. Hogy milyen nehéz újra visszaadni a hitet abban, hogy a politika az igenis egy nemes és hasznos dolog. Amit azért teszünk, hogy szolgálni tudjunk. Estig teszek nektek arra, ha miniszterelnök leszek, egy olyan országot építünk, ahol nem a nép szolgálja a hatalmat, hanem a hatalom szolgálja a népet. Olyan közös országot építünk, ahol a bőség kacsalában mindenki egyenlő lehet. Olyan köztársaságot, ahol a jobb hatalmánál ott ülhet mindenki. És olyan országot, olyan államot, ahol a dicsőséges nagyurak, akik széttopták az országot, megkapják a méltó büntetésüket. És egy olyan országot, ahol valóban levágjuk a kezét annak, aki elsőként akart a közös pasztában ülni.